Sok szeretettel köszöntök minden érdeklődőt és nézőt. Szántó Szilvia vagyok, a Budapesti Gazdasági Egyetem életvezetési tanácsadója. Több mint 15 éve foglalkozom fiatal felnőttekkel, és már 10 éve teszem ezt az egyetemen mentálhigiénis tanácsadóként. 2019 őszén indult egy mentálhigiénis előadássorozat, amely aztán áttért online formába, és most ennek eljutottunk a következő állomására. Abban, hogy minél több hallgatóhoz és minél több fiatal felnőtthöz eljusson ez az üzenet, ez a videó, abban a hallgatói önkormányzat is támogat. A mai témánk, hogyan érezhetem magam jobban az életemben. Vajon mit tehetek annak érdekében, vagy mit tehetünk annak érdekében, hogy mentálisan, lelkileg erősebbek legyünk? Feltételezem, hogy ez a kérdés sokakat foglalkoztat. A javaslatokat, amiket megfogalmazok, az elmúlt 15 év tapasztalata alapján teszem. A módszerek, tanácsok, amelyeket adok, kipróbáltak, akár a saját életemben, akár a klienseim körében. Alapvetően 7 téma köré szeretném fonni ezeket a tanácsokat, javaslatokat. Beszélek a családi kapcsolatokról. Arról is, hogy milyen a világgal, a környezetünkkel, önmagunkkal és a testünkkel a kapcsolat. Vagy mit tehetünk annak érdekében, hogy ez a kapcsolat jobb legyen. Beszélek arról is, hogy hogyan tudjuk a nehézségeket, kihívásokat kezelni. Végezetül pedig alapelveket, irányelveket fogalmazok meg, amelyeket úgy gondolom, hogy érdemes hasznosítanunk és alkalmaznunk az életünkben. Vágjunk is bele! Tehát az első hír, a jó hír, hogy igenis van megoldás, tudunk tenni annak érdekében, hogy jobban érezzük magunkat az életünkben. A rossz hír pedig az, hogy ez nem egy varázsütés, nem egy gomb megnyomásával történik, többfajta lépést és cselekvést kell megtennünk ahhoz, hogy tényleg tudjunk változtatni az életünkön. De hát így van ez az életben oly sokszor, hogy az eredmények erőfeszítések árán érkeznek meg az életünkben. Szerencsére apróbb kis változtatásokkal is tudunk eredményeket elérni. Ezeket majd felsorolom, vagy beszélek erről is. Milyen az az érzés, amikor nem érezzük jól magunkat az életünkben? Sokan számolnak be arról, hogy amikor reggel felkelnek, azt érzük, hogy nincs kedvük elkezdeni a napot, nincs motivációjuk, nincs céljuk, kicsit kifolynak a napok a kezük közül, elfolyik az idő, halogatnak, tele vannak szorongással, feszültséggel, nincs kedvük kimozdulni otthonról. Nincsenek olyan örömteli tevékenységek az életükben, amelyek által fel tudnának töltődni. Gyakran inkább mások kedvében szeretnének járni, és rengeteget foglalkoznak azzal, hogy mások mit gondolnak róluk. Itt megjegyzem, hogy maga a járványügyi helyzet, maga a helyzet sajnos egy szorongáskeltő helyzet volt a bezártság által, társaságtól való elszigetelődés által. Tehát itt most az elmúlt egy évben maga a helyzet is sok feszültséget, szorongást szült. Ennek a kezelésére is van mód, erre is fogok utalni. Szerencsére van egy olyan érzés is, amikor jól érezzük magunkat a bőrünkben, amikor reggel úgy kelünk fel, hogy tele vagyunk aktivitással, motivációval, kíváncsiak vagyunk arra, hogy aznapi nap milyen jókat tartogat a számunkra. Vannak szeretetteli kapcsolataink, ahonnan kapunk elfogadást, megerősítéseket, van empátiánk, van kedvünk dolgozni, akár szeretünk dolgozni, tudunk szeretni és tudunk bízni más emberekben. Kapcsolódunk a realitástól, rengeteget mozgunk, foglalkozunk a testünkkel is. Hatékonyak vagyunk, és emellett ott van bennünk a képesség és a vágy is arra, hogy fejlődjünk az életünkben. Van egy érzelmi teherbíró képességünk, amely segít, átsegít bennünket a nehézségeken, problémákon, vagy akár a szorongás, a stressz leküzdésében. Ha jól vagyunk, akkor meg tudjuk érezni, meg át tudjuk élni azt, ahogyan vagyunk, és sokfajta érzelmet, akár a szomorúságot is tudjuk kezelni. Ehhez természetesen egyfajta önismeret is társul. Ha jól vagyunk, akkor át tudjuk élni az életnek a szépségeit. Ugyanakkor vannak technikáink is arra, hogy a nehéz napokon, perceken hogy tudunk túllendülni.
Ehhez az érzéshez szeretnék segítséget adni a mai videóban és a tanácsokkal, javaslatokkal. Azt gondolom, hogy már aki nézi ezt a videót, ő már egy nagy lépést tett afelé, hogy esetleg változtasson az életén, és főleg, hogyha ez a kitartás a videó végéig megmarad, akkor minden elismerésem. De legyen ez egy kis mérce saját magunknak, hogy képesek vagyunk-e figyelni valamennyi időn keresztül, ahol újabb és újabb meglátásokat, nézőpontokat kapunk, de már aki itt van, neki mindenképpen elismerésem. És akkor vágjunk is bele. Az első nagy terület a családi kapcsolatokhoz kapcsolódik. Azt tapasztalom az elmúlt 15 évben, hogy a klienseim legalább 80%-ának ezen a területen van valamilyen nehézsége. Sokuknak nem is a saját élete a problémás, hanem a családi kapcsolatokból gyűrűznek át feszültségek, problémák. Ezek nagyon sokféle módon jelentkezhetnek, akár úgy is, hogy a szülő nem engedélyezi, nem járul ahhoz hozzá, hogy a fiatal felnőtt le tudjon válni róla. Olyasmiket mond, hogy jaj, kisfiam, itthon mindened, vagy kislányom, itthon mindened megvan, miért is költöznél el? Jaj, mi lesz velem, ha te elmész? Vagy lehet, hogy a szülő úgy szeretné, hogy nála legyen, nála maradjon a fiatal felnőtt gyermeke, hogy azt mondja, hogy hagyjad kisfiam, majd én megoldom helyetted, hogy megcsinálom ezt is, azt is. Tehát a mama hotel kényelmét nyújtja a fiatal felnőttnek, aki így nem biztos, hogy ki akar repülni a fészekből. Gyakran előfordul, hogy a szülők, a házastársak szidják egymást a gyermeküknek, a fiatal felnőttnek, hogy apád, anyád megint ezt csinálta. Vagy ez is lehet, hogy a fiatal felnőtt, hogy akár a felnőtt is társszerepbe kerül a szülője mellett, és a szülő vele osztja meg a mindennapos problémákat, nehézségeket. Tehát a családi leválás, család szülőkről való leválás, a szerepeknek a konfliktusai, a nehézségei, ez egy nagyon forró terület, ahol rengeteg probléma adódik, és amelyet rendbe kellene, vagy érdemes lenne rendbe tenni. Ehhez tudok segítséget nyújtani egy korábbi videóval, ami arról szól, hogy hogyan lehet egészség, mit tegyünk azért, hogy egészséges legyen a kapcsolatunk a szüleinkkel, illetve készült egy videó arról is, hogy a családon belüli bántalmazást hogyan tudjuk felismerni. Érdemes ezeket a videókat is megtekinteni, mert rengeteg segítséget lehet kapni belőlük. Tehát most ebbe a témába mélyebben nem megyek bele, pár gondolatot szeretnék megosztani. Az első, hogy nem feladatunk a szüleink problémáját, nehézségeit megoldani, ahogy a szüleinknek sem feladata a miénket. Amikor a fiatal felnőtt kliensem meg akarja menteni akár a szülőjét, akár a testvérét, ez egy lehetetlen vállalkozás. Nem tudunk mások helyet cselekedni, ne is vállaljuk mi a felelősséget azért, hogy mások változtassanak az életükön. Általában az emberek azt teszik, amit jónak gondolnak azon a ponton, vagy lehet, hogy nem akarnak vagy tudnak változtatni, de erről nekünk kívülről nagyon-nagyon-nagyon kevés ráhatásunk van, ha van egyáltalán. Tehát ne menjünk bele a megmentő szerepébe, és ne vállaljuk át azt a feladatot, hogy mi majd megoldjuk a szüleink nehézségeit, problémáit. A családdal való egészséges kapcsolódás az úgy történhet, hogy meghúzzuk a határainkat, és figyelünk arra, hogy mi az, ami a mi érdekeinket, fejlődésünket szolgálja, és mi az, ami nem. Nagyon fontos a leválás, hogy megérkezzen a fiatal felnőtt a felnőtt létbe. Ha ez nincsen a helyén, tehát ha a fiatal felnőtt a szülő szülője szerepbe kerül, vagy társszerepbe kerül, vagy elkényeztetésnek van kitéve, az állandó szorongást okoz, amit egyébként ő is érzékel, és nem tudja jól érezni magát a bőrében. Tehát az első javaslatom, hogy rendezzük a családi kapcsolatainkat. Kérjünk ehhez segítséget, szakember segítséget, aki egy külső nézőpontot tud adni. De az imént felsorolt videók is tudnak ebben támaszt nyújtani, és ötleteket adni ahhoz, hogy hogyan is tudunk változtatni az összekuszált családi kapcsolatainkon. A második javaslatom. Vállaljuk a felelősséget az életünkben. Ez nyilván az előzőhöz is kapcsolódik, és érkezzünk meg a felnőtt létbe. Egy fiatal felnőttnek, felnőtt embernek önmagának kell a felelősséget vállalnia a cselekedeteiért, az életéért. Nem is a szülők a felelősek érte, és nem is mások. A felnőtt korhoz hozzátartozik az, hogy felelősséget vállalunk.
bármi történik velünk, abban valamilyen módon mi is benne vagyunk. Mindig kettőn áll a vásár. És érdemes megnézni, ha belekerülünk egy szituációba, lehet, hogy tudattalanul is, vagy öntudatlanul, akkor nézzük meg, hogy mégis az adott helyzetet hogy idéztük elő. Hiszen a megoldás onnan fog jönni, hogy megnézzük azt, hogy mit tehetnénk legközelebb másképpen. Viszont arra nincs ráhatásunk, hogy egy másik ember adott helyzetre hogyan reagál, hogyan viselkedik. Híve vagyok annak, hogy mindig viselkedjünk korrektül, de ha ezt így tesszük, és szépen beszélünk valakivel, ő pedig ránk vetít valamit, és kiakad, és kiabál, az az ő felelőssége, nekünk meg ott a lehetőségünk, hogy meghúzzuk vele szemben a határainkat. Tehát érkezzünk meg a felnőtt létbe felelősségvállalással és önállósággal. A Mama Hotelben nem biztos, hogy van önállóság. Számos kliensem az elmúlt egy évben visszakényszerült költözni a fővárosból a vidéki családi környezetbe, ahol a szülőkkel együtt élnek, és lehet, hogy teljesen jól működik az együttélés, de a fiatal felnőtt mégis valamilyen szinten elvesztette az önállóságát, és a cselekvő készségét a saját élete felett. Nagyon fontos odafigyelni arra, hogyha a szüleinkkel együtt élünk most még valahány hónapon keresztül, legyen az otthoni munkamegosztás, tehát legyen bevezetve, hogy a feladatok meg vannak osztva, legyen a fiatal felnőttnek felelőssége, legyen aktív, tegyen az életért, és ne süppenjen bele egy régi gyerek szerepbe. Következő meglátás vagy javaslat. Figyeljünk arra, hogy milyen emberek vesznek körül bennünket. Aki folyton panaszkodik, mindenben a rosszat látja, állandóan fél a különböző helyzetektől, akár betegségektől, akár más emberektől, aki lebeszél az álmainkról, ő egy mérgező ember, és mérgezi az életünket, és egyszer csak azt érezzük, hogy ja, tényleg az életnek nincsen értelme. Figyeljünk arra, hogy az ilyen típusú emberekkel korlátozzuk a kommunikációt, ha nem tudjuk megszakítani, és keressük olyanoknak a társaságát, akik ösztönöznek, akik azt mondják nekünk, hogy ez az, csináld, és meg tudod valósítani az álmod, és hajrá! Arra is figyeljünk oda, hogyha valaki csak azzal a mondattal, hogy én csak jót akarok neked, meg akarja mondani, hogy mit csináljunk. Egy pokol felé vezető út is csupa jó szándékkal van kirakva, akkor mondják el nekünk, hogy mit csináljunk, ami megkérdeztük. Ha ez kéretlenül jön, amögött nem jó szándék van. Erre figyeljünk oda, és mi is akkor mondjuk meg másoknak, vagy tegyünk javaslatot, vagy tanácsot, hogy mit csináljanak, hogyha kérték. Ez nagyon-nagyon fontos. Még ehhez a területhez hozzátenném, hogy figyeljünk arra is, hogy pletykálkodó emberek ne legyenek körülöttünk. A pletykálkodás egy nagyon romboló energia, és aki belekerül, azt lehúzza, viszont ha kimaradunk belőle, akkor előbb-utóbb minket is elkerülnek a mendemondák. Az előbb említettem, hogy fontos meghúzni a határainkat a külvilággal szemben. Nem csak egyébként a családi kapcsolatainkban, de ott is. Azok az emberek, akik nem tudják a határaikat meghúzni, őket általában kihasználják, ők olyan dolgokat is megtesznek, amit igazából nem szeretnének, és így állandó stressz helyzetbe kerülnek. Nem is tudják őket tisztelni. Tehát nagyon fontos, hogy tanuljuk meg, önismerettel tapasztaljuk meg, hogy mi az, amit igazán szeretnénk, és ezt képviseljük mások felé. Aki mentálisan jól van, mert mint hogy jól érzi magát a bőrében, van önbizalma, van önbecsülése, ő el tudja dönteni, hogy mi az, amire igent mond, és mi az, amire nemet. Erre is figyeljünk oda. A családi kapcsolatok terén még egy fontos meglátás. Igenis, tegyük rendbe a múltunkat, a gyerekkori sérüléseinket. Kérjünk ehhez segítséget. Nagyon sokszor ezek a gyermekkori sérülések, traumák tudattalanul dolgoznak bennünk. Érdemes ezeket felderíteni. Pont a két hét múlva megjelenő a Narcisztikussal egy ágyon című regényemben, amelynek az alcíme Vannak kapcsolatok, amelyekkel önmagad bántalmazod, ennek a regénynek a főhősnője is, Jászmén, gyerekkori traumák tudattalan mechanizmusok alapján kerül bele méltatlan elnyomó kapcsolatokba. És a könyv megmutatja, hogy ezekből milyen módon lehet kijutni. Sajnos rengeteg érintett van a témában, nagyon fontos utána menni a múltunknak, és ezt rendbe tenni. Nem úgy, hogy hibáztatunk bárkit is. A szüleink is csomaggal érkeztek, és
ami a megoldás lehet, hogy mi megdolgozzuk ezeket a csomagokat, megnézzük a tartalmát, feldolgozzuk a tartalmát, letesszük és nem adjuk tovább a gyermekeinknek. Tehát lehet mit tenni, de nagyon fontos, hogy ezen dolgozzunk. Nem az a megoldás, ha állandóan elővesszük a tarsajunkból, mert gyerekkoromban ez történt velem, meg az történt, tehát ne legyen ez egy hivatkozási alap, fontos, hogy mi történt, azt dolgozzuk fel szakember segítségével, könyvek, videók segítségével, és aztán tegyük le ezt a csomagot, amennyire tudjuk, vagy kezeljük. Ez már mindenképpen egy lelkileg jobb állapot felé visz bennünket. Ha nem tudunk megbocsátani, a harag és a sértettség hosszú távon nem maradjon bennünk, mert az a problémás kapcsolatokhoz köt bennünket. De ebben is adjunk magunknak időt, amíg lelkileg fel tudunk dolgozni bizonyos traumákat és nehézségeket. Tehát összességében az első terület a családi kapcsolatok rendbetétele, a családi megfelelő szerepek felvétele és a nem megfelelő szerepek letétele, ez egy nagyon fontos lépés afelé, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben. Rengeteg fiatal felnőttet láttam, aki rendbetette ezt a területet, és aztán hirtelen lett párkapcsolata, és lett munkája, és megtalálta a feladatát és célját az életben. Tehát mindenkit ösztönzök erre. A második terület a világgal való kapcsolatunkról szól. A járványügyi helyzet egy kicsit rávilágított erre a területre, és én úgy láttam, hogy valahogy mindenkinek megmutatta ez az elmúlt egy év azokat a feladatokat, azokat az önismereti területeket, ahol dolga van. Valaki kezdett vele valamit, valaki nem, ez egyéni döntés. Az elmúlt egy év mindenképpen megtanított bennünket az alkalmazkodásra. Az alkalmazkodás nem mindig könnyű, mert szeretjük a megszokott dolgokat, de ha mindig a megszokottnál maradunk, igaz, hogy nincsen lehetőség egyfajta kudarc élményre, de majd még erről beszélek, hogy mit gondolok a kudarcról. Tehát, hogy komfortzónán belül maradunk, akkor minden változatlan, lehet, hogy nem érnek bennünket meglepetések és nehézségek, de sikerélmények sem. Tehát ez egy biztonságos zóna. Viszont elég életellenes, mert hogy az élet tele van változásokkal, és azok tudták például az elmúlt egy évet elég jól átvészelni, vagy akár hatékonyan megoldani, akik alkalmazkodtak a helyzethez, és nem azt nézték, hogy mit nem lehet tenni, hanem arra koncentráltak, hogy mit lehet tenni, milyen megoldások vannak. Az alkalmazkodásban vannak nehézségek, de a nehézségekben pedig mindig jutalmak vannak elrejtve, és érdemes ezeket megtalálni. Aki jól van a bőrében, aki jól érzi magát, ő tud rugalmas lenni, és nem ragaszkodik kényszeresen helyzetekhez, emberekhez, megoldásokhoz, hanem igyekszik az adott környezeti változásra, vagy bármilyen az életében lévő változásra, vagy változtatásra reagálni rugalmasan, egyfajta nyitottsággal. A következő gondolat arról szól, hogy vajon mit is gondolunk a világról? Milyen világképünk van? Azt látom, hogy aki azt gondolja a világról, hogy ez a világ veszélyes és borzasztó, és csak rosszul tudunk kijönni belőle, akkor annak az életében mindig katasztrófák, meg balesetek, meg betegségek történnek. Aki meg úgy gondolkozik a világról, hogy igen, vannak kihívások azért, hogy belemenjek és fejlődjek, de egyébként a világ biztonságos, a világ jó, lehet benne bízni, az ilyen típusú ember életében egy csomó nyereség jelenik meg. És a fantasztikus az, hogy eldönthetjük, hogy mi melyik csoportba akarunk tartozni. A hiedelemrendszerünk is a gyerekkorból eredeztethető, tehát ebben is lehet szakember segítségét kérni, hogy feltárjuk azt, hogy mégis miről mit gondolunk, de már a gondolkodásmódunk megváltoztatásával nagyon nagy eredményeket tudunk elérni, és egy dolgot fontos megjegyezni, valahogy bármit is gondolunk a világról, meg a működéséről, azt vissza fogja igazolni az élet. Egyszerűen az történik, valahogy így a hitrendszerünk által megtörténik. Az is, hogyha jót gondolunk, és az is, hogyha negatív dolgokat. Következő gondolat, ami megint a járványügyi helyzet esetén egy érzékeny pont volt, a közösségek. Közösséghez való tartozás.
Nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy jól érezzük magunkat az életünkben, tartozunk közösségekhez. A legkisebb csoport a család, de nem csak a család lehet ez a közösség. Lehet egy munkai, baráti csoport, vagy a hobbinkhoz, sporttevékenységünkhöz kapcsolódó közösség is, vagy akár csak szomszédság. Nagyon fontos, hogy ott legyen nekünk ez az érzés, hogy tartozunk valakikhez. Számítunk egy csoportban is. És az elmúlt egy évben a saját klienseimnél ezt láttam, hogy rettenetesen szenvedtek, akár a középiskolások, akár az egyetemisták is attól, hogy elszakadtak a társaságuktól, elszakadtak a megszokott közösségeiktől, és online nagyon nehéz volt a kapcsolatot tartani, és ezeket a kapcsolatokat fenntartani. Bízunk benne, hogy a ősztől már jelenléti oktatás lesz, és nem egy üres előadóban mondom el egy kamerának ezt az előadást, hanem már itt lesznek a fiatalok is. Bízunk benne, hogy e felé haladunk, de hogy mindenképpen érdemes figyelni most is minden nap arra, hogy igyekezzünk kapcsolódni közösségekhez, hogy meglegyen az az érzés, hogy nem egyszer magunkban lógunk a világban. Ehhez kapcsolódik a következő gondolat, tanács, hogy törekedjünk arra, hogy kijöjjünk másokkal, hogy jól kijöjjünk másokkal, akár a nehezebb természetű emberekkel is. Aki úgy jól van önmagában, ő tudja kezelni, nagyon-nagyon sokfajta típusú ember tud kezelni, és erre törekedjünk. Kommunikáljunk. Azt vettem észre, hogy az elmúlt egy évben nagyon sokan bezárkóztak az otthonukba, és hallottam azt, hogy Szilvia, még kommunikálni, még beszélni sincs kedvem a többiekkel. Csak ha nem kommunikálunk, akkor így bezáródunk a saját elménkbe, és aztán indul a különböző forgatókönyveknek a gyártása a saját fejünkben visszacsatolás nélkül, és ezekből a forgatókönyvekből hát nagyon-nagyon messzire el lehet kerülni. A Önbántalmazás gondolati síkon című videómban beszélek erről hosszasabban, hogy a mi lett volna, ha mi lesz majd című kérdésekkel hova tudnak, vagy hova tudunk eljutni, és hát semmi jó nem lesz a vége. Tehát az agyalással egyszerűen nem lehet megoldani dolgokat, nem ott van a megoldás, mert ha meg tudnánk oldani a fejünkben, akkor megoldanánk, de újra és újra kezdjük a köröket, mert nem ott van a megoldás. Tehát fontos, hogy lépjünk kapcsolatba másokkal, kezdeményezzünk kommunikációt. Itt is fontos az arany középút, tehát nem arról van szó, hogy reggeltől estig a telefon nyomkodjuk. Ebben is fontos egy arany középút, amikor kommunikálunk másokkal minőségien, ha nem lehet személyesen, de most már bízunk benne, hogy egyre jobban majd lehet, akkor inkább telefonbeszélgetés által, vagy élőszó által, mint a csetelés által. Legalábbis én ezt gondolom. Tehát aki jól van, ő szívesen kommunikál másokkal, és én azt figyeltem meg, hogy aki jól érzi magát az életében, ő elég gyorsan reagál. Én erről nagyon-nagyon sok mindent meg tudok állapítani egy másik emberrel való kommunikációban, hogy milyen gyorsan reagál. Én magam is igyekszem egy e-mailre még aznap, de néhány órán belül, vagy minél előbb válaszolni, nem viszem át következő napokra a kommunikációt, hanem gyorsan felveszem, és a megoldást keresem. Szerencsére rengeteg ilyen emberrel vagyok körülvéve, aki lemaradozik a kommunikációban, nem nagyon reagál, ráér még, és aztán az e-mailjében, vagy a e-mail fiókjában nő a meg nem válaszolt levelek listája, hát ott abból nem sok jó szokott kijönni, inkább mindig a teher, hogy Úristen, még mennyit meg kellene válaszolnom. Tehát híve vagyok az aktivitásnak, hogy minél előbb ezeket a kommunikációs helyzeteket is kezeljük. Következő gondolat. Merjünk másoktól segítséget kérni. Gyakran hallom, hogy én nem kérek segítséget, mert az gyengeség. De hát miért is lenne gyengeség? Pont erőre utal. Meg hát miért kellene mindent tudnunk? Van egy csomó szakember, aki adott területtel foglalkozik, és meg lehet kérdezni őt. De bármilyen területen meg lehet kérdezni azt, akit abban kompetensnek gondolunk. Én nem gondolom, hogy ebben gyengeség lenne. Sőt, ebben önismeret van, hogy fel tudom mérni, hogy mi az, amihez értek, és mi az, amihez nem. Tehát merjünk segítséget kérni egy olyan embertől, aki számunkra hiteles, kompetens. Nyilván itt is vigyázzunk, hogy ne kerüljünk szélsőségekbe, ami azt jelenti, hogy már mindenről másokat kérdezünk meg. Tehát itt is fontos, hogy dönteni is tudjunk, és ha adott helyzet előáll, akkor tudjunk segítséget kérni másoktól.
Szívesen segítenek egyébként az emberek. És ide jön a következő meglátás, hogy mi is segítsünk másoknak, de nem úgy, hogy nem kérte és oda megyünk, hogy hogyan tudnánk segíteni meg mit kellene ő neki tenni az életében, hanem akkor, ha ő kéri. Egyébként szeretnek az emberek segíteni. Csak nagyon fontos, hogy annak segítsünk, aki kéri, ne kéretlenül. És egy nagyon jó érzés végül is hozzájárulni egy másik ember életéhez, de itt is figyeljünk arra, hogy ne essünk egy segítő szindrómába, azaz ne arról szóljon az életünk, hogy folyton, hogy másoknak akarunk segíteni, és a saját igényeinket háttérbe szorítjuk. Tehát itt is a segítés és a segítségkérésben is fontos az arany középút és az egyensúly. Fontosnak tartom a világgal való kapcsolatban azt is, hogy tudjunk örülni mások sikereinek. Én szoktam lájkolni, és szoktam pozitív visszajelzést adni olyan embereknek, akik akár a közösségi médiában, akár más területen ott vannak, és látszik, hogy teszik a dolgukat, értéket adnak hozzá a világhoz, és én szívesen adok egy visszajelzést, egy lájk, vagy egy köszönöm formájában, mert tudom, hogy mennyi erőfeszítés van amögött, amit letesznek az asztalra, és tudok örülni a sikereiknek. Egyszerűen jó érzés, példakép is lehet, meg az, hogy én jól érzem magam, a jó érzés ott van a szívemben, a saját életemben is még több örömet tud hozni. Tehát aki jól érzi magát, ő nem kezd féltékenykedni vagy irigykedni, hanem örül a másik ember sikerének, és ezt akár ki is fejezi felé. Jól tud esni. És hát miért ne a pozitív dolgokra koncentráljunk, ha eldönthetjük, hogy hova tesszük a fókuszt. És akkor a világgal való kapcsolatról ennyit gondoltam, nézzük meg a környezettel való kapcsolatot. Elkötelezett környezetvédő vagyok, és a Facebook oldalamon már több posztot írtam erről. Nagyon fontosnak tartom, hogy védjük a környezetet, figyeljünk oda a szelektív hulladékgyűjtésre, ne dobáljunk el szemetet, ne engedjük, hogy a gyerekek vagy a fiatalok ezt a viselkedést tanúsítsák. Tegyünk azért, hogy ez a bolygó élhető legyen a gyerekeinknek és majd az unokáinknak is. Szerencsére egyre többen így gondolkoznak, de úgy gondolom, hogy mindig érdemes erről egy szót ejteni. És figyeljünk arra is, hogy a közvetlen fizikai környezetünk milyen. Az az élettér, ahol élünk, vajon kupi van, kosz van, vagy rend és tisztaság. Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy rendetlenségben és koszban valaki jól tudja érezni magát. Szerintem ez valahogy a belső világ tükröződése, hogyha túl nagy káosz vesz körül bennünket. Érdemes a rendre odafigyelni. Ha nem is kényszeresen, hanem egy egészséges rend legyen körülöttünk, az nagyon jól visszahat az életünkre pozitív értelemben. És tegyünk annak érdekében, hogy ezt fenntartsuk. Talán meglepő, hogy mennyi konzultáción felmerül ez a kérdés, és hogy mennyi kliensnek azáltal jobb lett az élete, hogy mondjuk rendszert vitt a napjaiba, ahol ott van a 3 napi étkezés, hogy a programok, a tevékenységeknek az ideje meg van határozva, hogy a home office, ha már dolgozik, és az egyéb tevékenységek elkülönülnek egymástól, vagy hogyha home office-ban dolgoznak, felöltöznek munkaruhába, és nem melegítőben tolják le az egész napot. Tehát a rendszer, a rend pozitívan visszahat az életünkre, érdemes erre odafigyelni, és érdemes apró változtatásokat kipróbálni. Tehát valamikor már a napi 3 rendszeres étkezés is egy jó érzést tud behozni az életünkbe, a napi rend és a programpontoknak a betartása pedig szintén, ahol elkülönül a munkaidő, és elkülönül az egyéb tevékenység. És figyeljünk arra, hogy a home office-ban dolgozunk, és mondjuk a párunk is otthon van, akkor legyen ez megbeszélve, hogy nem tudom, 9-től 12 óráig és 13-tól 17 óráig munkaidő van, és hagyjuk egymás békén, és majd a munkaidő leteltével megbeszéljük a dolgokat, és ne legyen az, hogy az egyik meg a másik odalép a párjához, vagy családtagjához, és megzavarja őt a munkában. Mert ez rossz érzéseket és frusztrációt tud szülni. Tehát ezt is érdemes esetleg kipróbálni, bevezetni az életünkbe. Következő gondolat, hogy figyeljünk a fizikai és a lelki világunknak az egyensúlyára. Tehát az előbb mondtam, hogy fontosnak tartom a tiszta és rendezett környezetet, de nem hiszek abban, hogy csak a márkás termékek és mindenféle legújabb kütyük beszerzése
boldogságot tud adni. Nem jó, ha túlságosan a fókusz ezekre a materiális megoldásokra áttevődik. Ott általában valami fajta kompenzáció történik egy belső űr betörtésére, és semmi fajta kütyű nem tesz boldoggá igazából. Ez csak egy menekülő útvonal, és hát nagyon szomorú, hogy családban esténként a felnőttek mellett már a gyerekek kezében is ott vannak ezek az eszközök, és a beszélgetés, társasozás helyett mindenki elmerül a közösségi média világában. Tehát figyeljünk arra, hogy ezek a használati eszközök, kommunikációs eszközök, eszközök legyenek az életünkben, és ne célok. Következő terület még mindig a környezettel való kapcsolatban, ez a pénzügyek világa. Nagyon fontos megtanulni, és majd a gyerekeinket is megtanítani a pénz kezelésére. Az, aki állandóan adósságokba kerül, egyik hónapról a másikra él, nincsen megtakarítása, ez az ember nem tudja jól érezni magát az életében. Nem is tud fontos dolgokra koncentrálni, mert valahogy mindig fut a pénze után. Tehát nagyon fontos, hogy nézzük meg a kiadásainkat, legyen egy rendszer, legyen egy terv a pénzügyeinkre, akár a költésekre, akár a megtakarításokra, már a lelki jóléthez egy nagyobb odafigyelés is nagyban hozzá tud járulni. Következő tanács, javaslat. Válasszunk olyan munkát és hivatást, amit szívből tudunk képviselni, amit szívből tudunk tenni nap, mint nap. Azt látom, hogy nagyon kevesen végeznek olyan munkát, amit szívből tudnak végezni, már pedig rengeteg időt töltünk munkavégzéssel. És nem kell megijedni, ha ez a terület nincs meg még 20 évesen. Semmi gond. 18 évesen nagyon nehéz elsőre eltalálni azt az egyetemet, ami nekünk való. Van időnk, igazából az élet arról szól, hogy megtaláljuk a kérdéseinkre a választ. De hogy nagyon-nagyon ösztönzök mindenkit, hogy addig ne nyugodjon meg, amíg nem találta meg azt a területet, ahol igazán úgy érzi, hogy az neki való, és ahol boldogan tud dolgozni, nem a pénzért, hanem magáért, a tevékenységért. Az fantasztikus érzés igazából egy hobbiból élni, vagy egy olyan tevékenységből, amit nagyon-nagyon szeretünk végezni. Nagyon nagy terület maga a párkapcsolat témaköre, erről is van fenn videó a YouTube csatornámon. Most csak pár gondolatot szeretnék megosztani, és a Túlélésből kitűnő című könyvemben is hosszasan írtam erről. Tényleg pár gondolat. A párkapcsolat egy nagyon fontos terület az életünknek, nagyon nagyot tudunk fejlődni benne. Ugyanakkor fölösleges ezzel kapcsolatban is rohanni. Látszik, hogy a közösségi médiában eljegyzés és rengeteg eljegyzés és esküvő poszt jelenik meg, azt üzenve, hogy ez egyfajta életcél. Nagyon jó dolog egy eljegyzés, nagyon jó dolog egy esküvő. Az nem szerencsés, ha valaki ebből fabrikálja az identitását, hogy ő valakinek a jegyese, vagy valakinek a férje, felesége, és ha az a célja, hogy párkapcsolata vagy házassága legyen. A jó életnek ezek következményei. Ha valaki célba teszi be, abból nem szokott sok minden, sok jó kisülni. Nagyon megterhelődik a kapcsolat. Olykor kérdezek klienseim, hogy Szilvia, velem van a baj, hogy én 24 évesen még nem akarok férhez menni, hogy még át akarom gondolni, hogy még meg akarom ismerni magam, meg a társamat is még jobban, hogy nem akarok még házat venni és mindenféle állami támogatást azonnal kihasználni. És hogy velem van a baj? Kérdezi a kliensem. Egyre többen kérdezik. Megdöbbentő. És akkor azt mondom, nem. Fölösleges rohanni. Ön a felelősség teljes, aki átgondolja, úgy választ partnert, hogy előbb önmagát is megismeri, és a társát is, és felméri, hogy mi az, amire igazán vágyik, és mi az, amivel a másik emberrel együtt tud működni. Tehát kérem szépen, javaslom, hogy ne rohanjunk. Azért, mert mások így döntenek, nekünk nem kell feltétlenül leutánozni, olyan hosszú az élet. Egy 23 évesen már férj, feleség, és már a gyerek is útban van, és már beköltöztek egy házba, mit csinálnak majd a következő 50 évben? Tehát szerintem a megfelelő életciklusunknak megfelelő területtel foglalkozzunk. Nagyon házasságpárti vagyok, ezt szeretném kiemelni, de nem az elsietetté.
Tehát gondoljuk át felelősség teljesen, mert sajnos a közösségi médiában a válások és a szakítások nincsenek kiposztolva, mert pedig a statisztikák sajnos nem túl rózsásak. És minél inkább tudatosabbak vagyunk, és megfontoltak ezen a területen, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy a választott partnerrel le tudunk élni egy életet úgy, hogy a gyerekeinket fel tudjuk nevelni, és nem lesznek ők is elvált szülők gyerekei. Tehát kérem szépen, hogy erre figyeljünk és figyeljenek oda. Következő terület nehézségek, kihívások kezeléséhez kapcsolódik. Jó lenne, vagy nem is tudom, jó lenne, de hallok ilyet, hogyha nem lennének problémák, meg nem lenne stressz az életben. Nem életszerű ez az elvárás. Folyton kihívásokkal szembesülünk. Az egész élet egyfajta probléma megoldás, de milyen jó, ha ez pozitívan állunk, és azt nézzük, hogy wow, milyen képességeket érdemes megtanulnom ahhoz, hogy a következő szituációban még jobban tudjak teljesíteni. Tehát a világgal, illetve a világgal való kapcsolathoz is jön ez a terület, vagy ez a gondolat, vagy oda is kapcsolódik. Tehát a nehézségek, kihívások kezelésében nagyon-nagyon fontos, hogy arra koncentráljunk, amire ráhatásunk van. Ismét utalok a járványügyi helyzetre, ahol rengetegszer azt láttam, hogy emberek azzal foglalkoztak, amire nincs ráhatásuk. Mikor jön a vakcina, milyen vakcina jön, mikor lesz a nyitás, mi lesz a járvánnyal. Erre van valamilyen szinten ráhatásunk. Dönthetünk úgy, hogy oltjuk magunkat, de dönthetünk úgy is, hogy nem. Tehát vannak személyes döntési területeink, ez mindenkinek a saját szuverén joga, hogy erről döntsön, de hogy egyébként az életünk ment tovább, és azok tudták ezt az elmúlt egy évet jobban megoldani, átviselni, akik arra koncentráltak, amire a ráhatásuk van az egyéni szinten, az egyéni céljaik, akár magánéleti, akár munka, akár hobbi területén, sportterén, tehát akik az egyéni céljaikra koncentráltak, és lefoglalták magukat, és nem volt idejük elkezdeni azon agyalni, hogy na mi lesz, hogy lesz. Tehát ez a javaslatom, hogy mindig azt nézzük meg, hogy mit tehetünk. Voltak olyan beszélgetésekben volt részem, amelyek arról szóltak, vagy ahol a másik fél azt mondta el, hogy de hogy mit nem lehet és miért. Egyszerűen nem lesz egy jó érzés, vagy egy jó másnap, vagy egy jó következő hét. Abból van a jó érzés, hogy megnézem, hogy mi az, amit tehetek, és abba belemegyek, és akkor átélem, hogy van ráhatásom. Különben a tehetetlenség érzés eluralkodik rajtunk, és az szörnyű. Tehát koncentráljunk a megoldásra. Lehet, hogy hirtelen megijedünk, egy olyan helyzet jön, ér megijedni. Úristen, ezt hogy oldom meg? De kérdés, hogy mi a következő megoldás? Az önsajnálat, a pánik, vagy az, hogy jó, mit tehetek, kitől tudok segítséget kérni, mit kellene megtanulnom ahhoz, hogy ezt a helyzetet tudjam kezelni. Tehát a megoldás keresés az, ami az adott helyzetből kivisz bennünket. Ez a témakör kapcsolódik az önbizalomhoz is, amiről ma még fogok pár szót mondani. Szintén az önbántalmazás gondolati síkon című videómban erről hosszasan beszélek. És csak annyi vonatkozást mondanék el, hogy minél többször van tapasztalatunk arról, hogy megoldunk dolgokat, képesek vagyunk rá, annál nagyobb lesz az önbizalmunk is. Minél nagyobb az önbizalmunk, annál nyitottabbak tudunk lenni a változtatásra. Tehát itt van egy ilyen szintű kapcsolódás is. És előbb említettem, hogy hát érhetnek bennünket olyan helyzetek, amelyeket elsőre nem biztos, hogy úgy sikerül megoldani, mint a későbbiekben. Ér hibázni, de igazából sem a hiba, sem a kudarc szót nem szeretem. Pont tegnap írtam erről egy posztot a Facebook oldalamon. Nem szerencsés szavak ezek. Én a tapasztalatokban hiszek abban, hogy cselekszünk, és a visszajelzésből, az eredményből levonunk egyfajta következtetést. Elsőre milyen alapon várjuk el, hogy valami annyira flottul menjen? Érdemes tapasztalatot szerezni, akár egy online előadásról, akár a részvételről, egy online kurzuson, akár arról is, hogy milyen érzés ezt, vagy milyen tartani egy online előadást, ebben rutint szerezni. Tehát az elmúlt egy év számos kihívás elé állított bennünket, és simán belefér, hogy valami nem tökéletes. Mert hogy annyira emberi, hogy elsőre nem tökéletes. Majd az x-edik már lehet, hogy ahhoz fog közelíteni.
Tehát maximalistaként mondom, egyébként én abszolút az vagyok, akik ismernek, tudják, tehát maximalistaként mondom, hogy abban hiszek, hogy én mindent megteszek, ami tőlem telik, azt szoktam mondani, hogy a tökéletesség közeli állapotokat keresem, de ott van az, hogy de nem hajszolom, hogy valami tökéletes legyen, sőt, valamikor az szimpatikusabb, meg hitelesebb, ha nem tökéletes. Annyira emberi, ha valami nem tökéletes. Tehát ér hibázni, ér olyan tapasztalatokat szerezni, amiből tanulunk. Tehát a siker az állandó szerintem egy finom hangolásból jön, amikor visszacsatolásokat szerzünk, amikor tapasztalatokat szerzünk. Lehet, hogy nem az első könyvünk lesz a legsikeresebb, hanem a sokadik. Lehet, hogy nem az első alkotásunk lesz nagyon népszerű, hanem a sokadik, vagy a fejlesztésünk, vagy ki milyen területen dolgozik. Tehát engedjük meg magunknak, hogy fejlődjünk. Igazából erről szól az élet, legalábbis szerintem. És ha ezt nem engedjük meg magunknak, akkor állandóan szorongunk, és félünk attól, hogy mi lesz, hogy lesz. A jó hírem, hogy az emberek sokkal elnézőbbek egyébként, mint gondolnánk, ha egyáltalán jó szó ez az elnéző, ha érzik a másik emberen, hogy ő megtett mindent, amit tud, és ha valaki hiteles és kompetens, és valami apró hibát vét, hát attól lehet, hogy még jobban szerethető. Tehát engedjük meg magunknak a fejlődést, és akár azt is, hogy valami lehet, hogy sokadjára lesz olyan, mint amilyennek megálmodtuk. Itt még egy gondolatom van, hogy rengeteg kliensem mondja, hogy ő nagyon fél a visszautasítástól, nem mer belevágni az álláskeresésbe, mert mi van, ha nem veszik föl ide meg oda. Ugyanarról beszélünk, tehát ki az, akinek elsőre megvan az adott álomállás, vagy az adott álomkapcsolat, utazás, bármi, tehát ez úgy alakul ki, hogy kapunk nemeket. És ezek a nemek segítenek bennünket afelé, egy lépést jelentenek afelé, hogy meglegyen majd az igen. És elérkezünk abba a felsőoktatási intézménybe, abba a kapcsolatba, abba az állásba, ahol tényleg ki tudunk teljesedni. Nem gondolom, hogy ezek visszautasítások lennének. Nem biztos, hogy egyértelműen rólunk szólnak, de hát annyi mindent magunkra tudunk venni. Tehát ez csak egy visszacsatolás. És a nagy számok törvény alapján látom a klienseimnél, hogy aki elég sok helyre beadja az álláspályázatát, előbb-utóbb meg lesz az a cég, ahol fölveszik, ahol el tud helyezkedni. Tehát a nemek is kellenek ahhoz, hogy ott legyen ehhez az igen, egyszer az igen, és ha megnézzük a sikeres emberek önéletrajzát, ott van benne, hogy jó néhány nemen keresztül jutottak el végül is az igenhez és a sikerükhöz. Nehézségekhez kapcsolódik, kihívásokhoz, de egyébként annyi területhez azokból, amelyekről eddig beszéltem, és amelyekről fogunk beszélni, igazából minden területhez kapcsolódik az, hogy ne bíráljuk állandóan felül önmagunkat. Ez a jaj, nem döntöttem jól, jaj, másképpen kellett volna annó döntenem, hagyjuk békén magunkat ezen a téren, ez mind gondolatiség, önbántalmazás. Akkor azért döntöttem úgy, mert az akkori információk birtokában azt gondoltam helyesnek. Most, hogy már eltelt x idő, több év, több hónap, és visszatekintek, jaj, másképpen kellett volna csinálni, hát ez nem korrekt az egykori önmagammal kapcsolatban. Nem javaslom. Elbizonytalanít bennünket, rossz érzéseket szül. Hagyjuk békén az egykori döntéseinket, koncentráljunk a jelenre, nézzük meg a jelenben lévő visszacsatolásokat, és az alapján alakítsuk ki a további lépéseinket. De ne csináljuk azt, hogy állandóan futjuk ezeket a köröket, hogy ja Istenem, mi lett volna, ha miért nem csináltam úgy? Mert nem tudtuk. Ez a javaslatom, hogy ahhoz, hogy jól érezzük magunkat az életünkben, hagyjuk ezeket a visszamenőleges köröket. Ne bántsuk magunkat. És rá is térek az önmagunkkal való kapcsolatra, de ez az utolsó gondolat, a döntések, önbírálat, felülbírálat is ide kapcsolódik. Tehát az önmagunkkal való kapcsolatban nagyon fontos, hogy legyenek céljaink. Lehet apró cél is, hogy éppen az egyik kliensem mondta a napokban, hogy ő minden este megcsinál x darab fekvőtámaszt. Most nem emlékszem pontosan 20 vagy 30 volt, lehet, hogy több volt, de ezt bevezette és minden nap megcsinálja. Vagy valaki heti háromszor fut, vagy valaki hetente, nem tudom, elolvas egy könyvet. Tehát nem kell ilyen hatalmas célokra gondolni,
hanem apró célokkal kezdjük, és azt igenis tartsuk be. Vagy ha szakdolgozatot írnak, akkor legyen meghatározva, hogy egy nap mennyit kell írni ahhoz, hogy időre készen legyenek, és azt tessék betartani. Tehát legyen valamilyen irány, amerre a hajót kormányozzuk bármilyen területen, különben összevisszaság van, és az összevisszaságból nem fogjuk jól érezni magunkat az életünkben. Tehát abból nem tud jól kijönni. Kapcsolódik a célokhoz az is, hogy a céljaink eléréséhez általában ki kell mozdulnunk a kényelmi komfortzónából. Tehát, hogy egyszerűen ez a fejlődés, hogy általában én ezt látom, amit most azonnal meg tudnánk csinálni, teljesíteni tudnánk, az nem cél. Azt most tudjuk. A célhez egy kicsit fejlődni kell. Kilépni magunkból és túllépni önmagunkon. De valahogy innen jön egyébként egy nagyon jó érzés is, hogyha ezt megtesszük. Tehát a komfortzónán kívül vannak a csodák. Látok, sajnos olykor látok embereket, akik annyira félnek kilépni a komfortzónából, hogy inkább benne maradnak a megszokottban, amiben egyébként nem boldogok, de félnek olyan érzésektől, amivel szembesülnének, bizonytalanság, például félelem, hogyha kilépnének a komfortzónából. És azt látom, hogy azok a klienseim, akik igenis megteszik, akár kicsi területen jönnek mosolyogva, vagy beszámolnak örömmel, hogy igen, sikerült, és nem is gondolták volna, hogy arra az adott dologra képesek. Úgyhogy mindenkit ösztönzök, hogy merjen egy kicsit bátor lenni. A jólét, a lelki jóléthez fontos, hogy hagyjuk abba az összehasonlítgatást. Megint a gondolati sík önbántalmazás videómra utalok, ahol erről hosszan beszéltem. A közösségi média világa sajnos ez önmagában létrehozza azt a helyzetet, hogy összehasonlítjuk az almát a körtével. Általában kiválasztunk valami olyan szempontot, ami a másiknak megvan, nekünk nincs, és már rosszul érezzük magunkat. Tehát az összehasonlításból, másokkal való összehasonlításból egyszerűen nem lehet jól kijönni, fölösleges belemenni. Nagyon megdicsérek minden kliensemet, mindenkit, aki a Túlélésből kitűnő című könyvemben ezt olvast, és elkezdte megvalósítani, tehát mindenkit megdicsérek, aki egyszerűen ilyen téren is, aki ezt elkezdte alkalmazni az életében, hogy igen, húha, ne venne ki, milyen jó, nem, abba hagyom az összehasonlítást. Az, hogy kiposztolt egy képet, ahol látszólag minden boldog, vagy minden rendben van, az sajnos nem biztos, hogy a valóság. Nagyon jó, ha a valóság, de egy pillanatfelvétel nem enged betekintést egy adott ember teljes életébe. Tehát ha szeretnénk összehasonlítani magunkat más valakivel, akkor azt úgy tudjuk megtenni korrektül, hogyha minden aspektust összehasonlítunk az ő életünkben és a mi életünkben, vagy az ő életére és a mi életünkre vonatkozóan. De hát ezt nem lehet megtenni, kivéve az életővel élünk. Fölösleges belemenni, nincs ráhatásunk, nincs belelátásunk egy másik ember életébe. Kivéve, hogyha ott van mellettünk. Tehát én azt szoktam mondani, ne is menjünk bele ezekbe a körökbe. A látszat néha csal. A közösségi médiában mindenki boldog, és gyönyörű kirakat életek vannak. De szerintem az lenne a hiteles, hogyha nem csak ezt az oldalt mutatnák meg, azok, akik mindenképpen demonstrálni akarják az életüket. Ha összehasonlítani akarunk, mert valahogy egyébként ez óhatatlanul jön belőlünk, akkor önmagunkhoz hasonlítsuk önmagunkat, vagy maximum keressünk egy példaképet, akitől úgy tudunk tanulni, hogy közben nem értékeljük le önmagunkat. De lehetőleg ne menjünk bele, mert nem tudunk jól kijönni belőle, és csak frusztráció és nagyon rossz érzések lesznek bennünk. Utaltam már az önbizalomra, nagyon fontos ezen dolgozni. Ha valakinek nincs önbizalma, az abból szokott adódni, hogyha nem tűz ki célokat, nem mozdul ki a komfortzónájából, nem érzi azt, hogy elért eredményeket, és vagy ha a környezetében van olyan ember, aki állandóan leértékeli. Ugye az első javaslatoknál említettem ezt, hogy nagyon figyeljünk arra, hogy milyen emberek vannak a környezetünkben. És ha olyanok, akik állandóan azt üzenik, hogy nem hiszem, hogy ez neked sikerülne, vagy nem gondolod ezt túl, nem gondolod túl soknak magad, nem értékeled túl magad, valóban képes vagy te erre? Tehát, hogyha azt kapjuk, hogy semmire kellők vagyunk, vagy lusták vagyunk, vagy ilyenek vagyunk, vagy olyanok vagyunk, és főleg, ha ezt sokszor halljuk egy családon belül, az önbizalmunkat tönkrevágja.
Ezért is nagyon fontos a környezetünkben lévő kapcsolatainkat rendezni. A Hogyan ismerhetjük fel a bántalmazást a családi kapcsolatainkban című videóban is beszélünk erről, érdemes meghallgatni. Tehát nagyon fontos az önbizalmunkon dolgozni, és az is fontos, hogy ez az önbizalom, ez nem a környezettől függjön, mert akkor állandóan kiszolgáltatott helyzetben vagyunk. Tehát nézzük a környezetből érkező visszajelzéseket, esetleg az építő jellegűeket, lehet belőlük tanulni, de ne függjünk attól, hogyha nem tudom mennyi lájkot kapunk egy posztra, vagy nem tudom Instagramon képre, nem ismerem azt a világot, vagy a TikTokon, akárhol, na és ha megvan az a like szám, hát akkor boldogság van. Hát ugye ez nem tartós boldogság, mert másnap újra kell a poszt vagy a fénykép. Tehát legyen egy egészséges önbizalmunk, ami azon alapul, hogy ismerjük önmagunkat, és magunkat is el tudjuk helyezni egy adott skálán, és figyelünk a visszajelzésekre, de nem függünk tőlük. Tehát legyen egy saját értékrendünk. Nagyon fontos javaslat, hogy tanuljuk meg kordában tartani az érzelmeinket. Nem ér ordibálni, kiabálni a másik emberrel. Rengeteg kliensem szenvedette gyerekkorában traumát amiatt, mert a szülei folyton ordibáltak, veszekedtek. Hetente többször hallom az ilyen szintű traumákat, nagyon szomorú emlékeket. Figyeljük meg, hogy mi az, ami kiakaszt bennünket, amivel egyfajta ilyen nyomógombot benyomnak nálunk. Foglalkozzunk azzal, akár szakértő segítségével. De ne kiabáljunk, kérem szépen, se a társunkkal, se a szüleinkkel, se a gyerekünkkel, se senkivel, ne emeljük fel a hangunkat. Egyszerűen ez mindenkiben rossz érzés szül, és megoldás nem kerekedik ki belőle. Tehát tanuljuk meg megőrizni a nyugalmunkat, ismerjük meg önmagunkat, hogy mi az, amire ugrunk, és inkább számjunk el háromig, aztán cselekedjünk, de ne legyen ordibálás, borzasztó, ha gyerekek ebben nőnek fel, de egyébként mindenkinek borzasztó, aki ennek a részese. Ne csak másokkal, hanem önmagunkkal is tanuljunk meg jóban lenni. Igazából az, aki a saját társaságát kerüli, és folyton külső ingerekre vágyik, és neki menni kell, és más emberekben való visszatükröződésre vágyik, és önmagával nem tud nyugalomban lenni, ő igazából másnak sem tud értékes társ lenni, vagy társaság lenni. Tehát itt is fontos egyfajta arany középút, hogy legyünk is társaságban, de tudjunk önmagunkkal is lenni. És itt is sem jó a véglet, hogyha nagyon sokat, szinte állandóan önmagunkkal vagyunk, mert az elszigetelődéshez vezet. De a saját társaságunkat nem tudjuk elviselni, akkor mit számítunk a többi embertől, és igazából mások nagyon is érzik, hogy mi milyen kapcsolatban vagyunk önmagunkkal. Tehát ezen a területen is dolgozzunk, hogy az önelfogadásunk, az önszeretetünk, és az önbizalmunknak a mértéke megfelelő legyen, és hogy ne arról szóljon, hogy önmagunk társaságát kerüljük, és majd mások megadnak nekünk valamit, amit mi magunknak nem adunk. Ha ez egyedül nem megy, ebben is kérjünk segítséget, de dolgozzunk azon, hogy saját magunkat is tudjuk értékesnek és szerethetőnek látni. És dolgozzuk fel ezeket, esetleg azokat a gyerekkori traumákat, amelyek itt nekünk problémát vagy sérüléseket okoztak. Nagyon fontos gondolat, utolsó gondolata az önmagunkkal való kapcsolat terén, hogy legyenek örömteli tevékenységek az életünkben. Hogyan várjuk, hogy jól érezzük magunkat az életünkben, ha egyszerűen semmi olyan nem történik, amitől jól tudnánk érezni magunkat. Lehet ez egy jó társaság is, lehet akikkel mondjuk együtt kirándulunk, biciklizünk, de szoktam javasolni, mindenkinek legyen olyan tevékenysége, ami feltöltést okoz, ami nem függ másoktól. Tehát tegyünk annak érdekében, hogy megtaláljuk ezt a tevékenységet, kísérletezzünk megint, valószínűleg, hogy ki kell, vagy érdemes kimozdulni hozzá a komfortzónából, de hát akkor meg mitől várjuk, hogy jól érezzük magunkat az életünkben, ha meg nem teszünk e felé lépést. Utolsó előtti terület a testünkkel való kapcsolatról szól.
vigyázni kell arra is, hogy ne csúszunk abba bele, hogy csak mondjuk a szellemünkkel vagy a lelkünkkel foglalkozunk, és a testünkkel nem. Éptesben épp lélek, szokták mondani, vagy tartja a mondás, nem véletlenül. Tehát aki lelkileg jól van, egyébként ő kevésbé hajlamos a betegségekre, és aki odafigyel a testére, megfelelő táplálékot, pihenést, alvást ad neki, vitaminokat, elmegy szűrővizsgálatra, ez sem kétszeresen, tehát aki odafigyel a testére, az a tapasztalatom, hogy a test ezt nagyon-nagyon meghálálja. És aki egészséges, ő tud lelkileg jól lenni. Ugyanígy igaz, hogyha valaki lelkileg nagyon nincs jól, az előbb-utóbb a testében is elváltozásokat fog okozni. Tehát legyünk aktívak, sportoljunk. Tehát a bezártsággal, azzal, hogy otthon vagyunk a négy fal között, szorongás szintünk is nő, és már ha négy fal között vagyunk, és nem akarunk sehová menni, de már otthon valamennyit elkezdünk mozogni, már jobban érezzük magunkat. De természetesen az is fontos, hogy szabad levegőn legyünk. Tehát figyeljünk oda a testünkre, figyeljünk arra, hogy aktivitás legyen az életünkben, mert a testpedésből a pihenek, állandóan pihenekből megint nem igazán jönnek a sikerélmények, és ezek nem önbizalomnövelő tevékenységek. Figyeljünk arra is oda, hogy szenvedély, betegségek ne jelenjenek meg az életünkben. Tudom, hogy a fiatal felnőtteknél nagyon menő bulizni, teljesen rendben van, ha ez megfelelő mértékben történik. De a túlzott alkoholfogyasztás, a drogok fogyasztása, dohányzás, gyógyszerek szedése, ez menekülő út, nem hoz eredményt, csak lefelé visz. Tehát törekedjünk arra, hogy ne csusszunk bele ilyen megoldásokba. Kérjük szakember segítségét akár ebben, hogy találjuk meg azt a fájdalmat vagy problémát, ami miatt esetleg ilyen kerülő útat választunk. Vagy ha nem szakemberhez megyünk, akkor egy alternatív módokat is, jogát, természetgyógyászat, stb. Vegyünk igénybe. És akkor elérkeztünk az utolsó területhez, az alapelvekhez, az irányelvekhez, amelyeket én a saját életemben is képviselek, igyekszem képviselni, és a klienseimnek is továbbadok, és úgy tűnik, hogy működik. Nézzük meg ezeket. Boldogsággal kezdeném, hogy azt javasolnám, és a párkapcsolatnál már utaltam erre, hogy gondoljuk át, hogy mit is jelent nekünk a boldogság. Azt látom az elmúlt években, nagyon-nagyon sok fiatalnál, embernél, hogy ha kitűznek egy célt, és azon a célon dolgoznak, és eredményeket érnek el, az fantasztikus érzés. Az egyfajta boldogság, amikor túl tudunk lépni önmagunkon, meg tudjuk haladni önmagunkat, tudunk valami újat nyújtani saját magunk számára is. És ez nagyon jó, ha a boldogság az hozzánk kapcsolódik, és nem egy másik emberhez, a párunkhoz, vagy családtaghoz, vagy barátokhoz, mert akkor kiszolgáltatott helyzetbe kerülünk. Tehát gondoljuk át, hogy nekünk mit jelent a boldogság, és kicsit értelmezzük ezt újjá. És ha a boldogság szintünk nő, akkor egyébként az önbizalom szintünk is nő. Következő gondolat meglátása tisztelethez kapcsolódik. Nagyon fontos értéknek tartom. Szerencsére az életemben én ezt adom is, és meg is kapom. Egy-két esetet szeretnék, illetve egy-két esetben nem így történik, és erről szeretnék most pár szót mondani. Tehát ha nem tiszteljük a másik embert, akkor igazából önmagunkat sem. Tehát említettem a kommunikáció fontosságát, és nekem nagyon meglepő, az elmúlt években vettem ezt észre, hogyha ugye egyetemen is dolgozom, és az egyetemisták kérnek időpontot, és egyébként ezt 95%-ban kedvesen, tisztelettel ilyen teszik, és írnak egy normális e-mailt, aminek van eleje, közepe, vége, és én is így válaszolok. Tehát felfigyeltem arra a jelenségre, hogy néhányan, akik messzi időpontot kapnak, ami azt jelenti, hogy másfél-két hónapot múlva tudok csak időpontot adni, válaszolok, tehát kérnek egy időpontot, én válaszolok, és ők arra nem reagálnak. Tehát, hogy ez nagyfokú tiszteletlenség, és nem is ismernek, tehát ez nem nekem szól, valószínűleg ezt az életük egyéb területén is csinálják, tehát, hogy szerintem ebben az esetben illendő lenne annyit írni, hogy kedves Szilvia, nekem ez nagyon messzi időpont, elnézést, én ezt nem tudom kivárni. Üdvözlettel XY. Nem válaszolni egy kommunikációra, egy
egy korrekt kommunikációra, én ezt nagyon nagyfokú tiszteletlenségnek tartom. Még egyszer elmondom, hogy ez nagyon, nagyon ritkán fordul elő, egy évben 5-6 ilyen eset van, de ezekre úgy felfigyelek, és azt gondolom, hogy ennek a fiatalnak nagyon jót tenne esetleg rendbe tenni önmagát. Tehát azt képviselem, hogy ne viselkedjünk úgy másokkal, ahogy nem szeretnénk, hogy velünk viselkedjenek, és adjuk meg minden embernek a tiszteletet, ha úgy viselkedik, hogy érdemes rá, de alapvetően egyébként hiszek abban, hogy bízunk az emberekben, de ugye a tiszteletlenség, egy másik emberrel elkövetett tiszteletlenség, az igazából önmagunkkal szembeni tiszteletlenség, és ha önmagunkat nem tiszteljük, akkor valószínűleg másokat sem tudunk. Tehát erre is érdemes odafigyelni. De még egyszer hangsúlyozom, hogy én a fiatal felnőttek, meg egyáltalán az életben nekem rengeteg jó tapasztalatom van. Most mondtam egy olyan példát, ami lehet, hogy érdemes lenne, vagy amire érdemes odafigyelni, és bármilyen kommunikációban híve vagyok annak, hogy zárjuk le, szeretek válaszolni, és valamilyen szintű búcsú is van a válaszaim végén. És erre a másik fél is egyébként így szokott reagálni, tehát zárjuk le a kommunikációt, és tiszteletlenség valakit ott hagyni egy kommunikáció közepén. A becsület és az etika kérdését is megemlítem, nagyon hiszek a becsületben, megint kiemelem, hogy rengeteg becsületes ember vesz körül, én is így működöm, rengeteg jó példát látok, és mindenkit arra ösztönzök, hogy legyen korrekt, mert nagyon megéri, visszajön az életünkbe, hogy korrektül viselkedünk. Pont tegnap volt egy olyan eset, hogy egy fodrászhoz, szolgáltatóhoz nem tudtam elmenni abban, elnéztem az időpontot. És hát a szolgáltató számított arra, hogy én megyek, és hát ez egy hiba volt, más napot írtam be, elnéztem véletlenül, de én felajánlottam neki, hiszen az adott időpontban ő engem várt, én nem értem oda, ez tényleg évente, két évente egyszer fordul elő, de most előfordult, és én felajánlottam neki, hogy a kiesett bevételt kifizetem számára, hiszen én okoztam a bevétel kiesést. Nem fogadta el, de a szándékot nagyra értékelte. És tényleg így gondolkozom, hogy ha figyelmetlenségből ilyesmi előfordul velem, akkor azon vagyok, hogy a másik embert kárpótoljam, és ezt érzem korrektnek, hiszen ha velem történne, akkor nekem is jól esne, ezt valaki felajánlaná, lehet, hogy nem fogadnám el, de legyen ott a szándék. Tehát, hogy minden szinten a korrektségben, a becsületben hiszek, és egy olyan eljárásban, ami egy teljesen tiszta lapot jelent, még akkor is, hogyha sokan azt gondolják, hogy ez már túlzás, de én azt gondolom, nem túlzás, ez nagyon-nagyon-nagyon sok jót tud hozni az életünkbe. Igen, tehát becsület és etikára figyeljünk oda, ugyanilyen alapon a párkapcsolaton belüli mindenféle másik háta mögött megoldott ez az amaz dolgoknak sem vagyok a híve, ezek mind előbb-utóbb visszaütnek, nagyon kicsi a világ, nagyon kicsi az ország, előbb-utóbb minden kiderül, de ne is emiatt ne csináljunk ilyen dolgokat, hanem magunk miatt. Tehát legyünk korrektek, becsületesek, és egyszerűen jó, megtapasztaljuk, hogy ez nagyon jó életet biztosít. Tartsuk be az ígéreteinket. Lehet, hogy valami közbe jön, de akkor szóljunk a másik embernek. Dolgozzunk azon, hogy megbízhatóak legyünk. Aki nem tartja be az ígéretét, ő megbízhatatlan. De az megint egy ördögi kör az életünkben, és csak nem jó eredményeket hoz. Tanuljuk megkezelni a bizonytalanságot. Gyakoroljuk a türelmet. Vannak olyan helyzetek, például a járványügyi helyzet is ilyen volt, és még az, ahol bizonytalanságban élünk. Nem tudjuk, hogy pontosan a dolgok hogy lesznek. Ugye először is koncentráljunk arra, amire van ráhatásunk. Másrészt meg ne kezdjünk el beavatkozni a dolgokba, a saját személyes életterünkben, hogy eldőljön, hogy igen vagy nem, hanem tanuljuk meg egy kicsit tűrni a bizonytalanságot, és várjuk ki, amíg a bizonytalanságból bizonyosság lesz. Ez a felnőtt létnek egy része, hogy valamilyen szinten a frusztrációt, a bizonytalanságot tudjuk kezelni. Ehhez önfegyelem kell. A gyerekekre jellemző az, hogy azonnal akarnak. Ők azonnal tudni akarják a választ, azonnal akarják azt a csokit, azonnal akarják, hogy a szükségletük kielégüljön, de a felnőtt létben valamikor
Csomó esetben erre nincs lehetőség, és itt gyakoroljunk önfegyelmet. Tehát tanuljuk meg uralni a saját szükségleteinket, igényeinket, és legalábbis kibírni, vagy elhalasztani addig, amíg azt tud teljesülni. Igyekezzünk valahogy így derűvel hozzáállni az élethez. Gyakran tapasztalom, hogyha videón csetelek a kliensekkel, most online módon konzultálok, hogy annyiszor van, hogy ő mosolyog és én mosolyogok, vagy én mosolyogok és visszamosolyog, és annyira jó így kommunikálni, hogy egy csomó mosoly van benne. Egyébként nagyon jókat szoktam nevetni is a klienseimmel, nagyon-nagyon szeretek nevetni. Valahogy a humorból is nagyon sokat lehet tanulni, és nem feltétlenül úgy kell konzultálni, hogy ilyen borús hangulat van, sőt, nem az szokott lenni. Tehát igyekezzünk mosolyogni és derűt árasztani magunkból is, és ez a környezetre, a többi emberre is jó hatással van. Tessék nyugodtan kipróbálni. Hát az utolsó pont, ami a lényeg, hogy tegyünk azért, hogy fejlesszük magunkat, hogy keressük meg azokat az utakat, ahol tudunk tenni, azokat a pontokat, területeket az életünkben, ahol tudunk tenni azért, hogy jobban érezzük magunkat. És aki eljutott a videónak ezen pontjáig, hát neki ismételtem minden elismerésem, mert azt gondolom, hogy ön, aki ezt a videót itt és most hallgatja, ő már rengeteget tett önmagáért, és ott van egy olyan szándék, ami alapján megjósolható, hogy el is fog érni azt, hogy az élete minősége javuljon. Ehhez gratulálok. Mindenkinek nagyon sok bátorságot kívánok, jó egészséget, bízom benne, hogy ez a videó tartalmazott esetleg tanulságos gondolatokat, és azt kívánom, hogy kerüljenek minél közelebb ahhoz az élethez, amit megálmodtak maguknak, és amiben nagyon jól érzik magukat. Sok jót kívánok, viszontlátásra és hallásra!